A Magyar Olimpiai Akadémia 1985-ben alakult azzal a céllal, hogy terjessze az olimpizmus eszméjét. A szervezet évente 2-3 alkalommal tart vándorgyűlést, amelyen korábbi és jelenlegi sportolók segítségével igyekeznek minél szélesebb körben népszerűsíteni a sportot és az ötkarikás játékokat. Az elmúlt hétvégén Ciszavasvári adott otthont a 68. vándorgyűlésnek. Azok a települések, amelyek befogadják és magukhoz vonzák ezt az akadémiát, azok a legtöbb esetben maguk is elkötelezettjei a sportnak, vagy ha kevésbé voltak elkötelezettjei, akkor elkötelezettjei válnak, és nem egy esetben megindít egy olyan gondolkodást az adott településen, amik úgy gondolom, hogy az egész magyar sportmozgalomnak, vagy a kárpát-medencei magyarságnak is meghatározó és fontos és lényeges. A vándorgyűlés keretében adták át azt a sportmúzeumot, amely 10 sportág relikviáit mutatja be az 1920-as évektől napjainkig. Itt ebben a kis térségben is vannak olyan sportbarátok, vannak olyan sportszerető hölgyek és urak, akik fontosnak tartották azt, hogy a tiszavasvári sportsikereket, amelyek lehet, hogy egy kicsit mérsékeltebbek, de mutassuk be a jövő generációjának. És hát az adta még a másik apropóját, hogy van viszont egy olyan sportág, amelyben világhírrel rendelkezik Tiszavasvári, ez a szektorlabda, vagy köznyelven, hétköznapi nyelven szólva a gombfoci, több évtizedes hagyományokra és múltra tekint vissza a szektorlabda sikerei Tiszavasváriban. Világbajnokságot is nyertünk, világbajnokot is adott Tiszavasvári a szektorlabda sportágban, és én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan egyéb büszkeség van, egyéb olyan sportdicsőség van, amelyet méltónak találtunk arra, hogy megörökítsük. A kiállítás anyagát a város sportolói és a sportszerető szurkolók ajánlották fel a múzeum számára. Az olimpiai kör tagjai voltak azok, akik a fotókat, relikviákat, erekéket beadták, és utána az egész városban gyakorlatilag egy ilyen kutató munka vette kezdetét. Igazából házról házra járva, akiről tudtuk, hogy valamilyen köze van a sporthoz, vagy a sport szeretetéhez, őket kerestük meg, és innen fonódott, gyakorlatilag fodrozódott tovább a történet, és gyűjtöttük össze ezeket az anyagokat, amik most a múzeumban meglátogathatóak. A szakmai vezető még elmondta, hogy továbbra is várják azokat a tárgyi emlékeket, amelyekkel tovább bővíthetik a kiállítás anyagát.